Szeretettel köszöntök mindenkit Bátaszéken a II. Géza gimnáziumban. Mm. 1991-ben neveztek ki a Bátaszéki gimnázium igazgatójává. Az elmúlt 3 évtized én azt gondolom, hogy egy olyan innovációs tevékenységről ad képet, amelyben az intézmény mindig megpróbált egyrészt megújulni, másrészt megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyek értek bennünket. Innovatív tevékenységekben én azt gondolom, hogy mindig is az élen jártunk. Nálunk indult először humán képzés, majd a 90-es évek közepén pedig Tolna megyében, Bátaszéken indult el először a 6-osztályos gimnáziumi képzés. Próbálkoztunk a nyelvi előkészítő évfolyammal is, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb, tehát az utóbbi évtizednek talán a legfontosabb eredménye az az előrehozott érettségi vizsgák terén tett hatalmas lépések, amely elsősorban az idegen nyelv oktatással, illetve az informatika oktatással függ össze, hiszen a diákjainknak a nagy része 10. évfolyam végén informatikából már előrehozott érettségi vizsgát tesz. Nagyon sokan ekkor megpróbálkoznak már legalább egy nyelvből az előrehozott érettségi vizsgával, amely természetesen, amelynek következtében eljuthatnak akár oda, hogy emelt szinten is tesznek előrehozva vagy rendes érettségi vizsgát, és ezzel nyelvvizsgát is szereznek. Én azt gondolom, hogy ez intézményünknek az egyik nagyon fontos pozitívuma. Az előrehozott érettséginek hatalmas nagy előnye van a további nyelvtanulás szempontjából is, hiszen így 12. évfolyamon, aki szeretné, és aki többet szeretne magából kihozni, az a B2-es nyelvvizsgára, illetve az emelt szintű érettségire készülhet tanulói keretek között. Már 7. osztálytól haladó és kezdő csoportban vannak a diákjaink, és a csoportjaink létszáma nem haladja meg a 15 főt, ami szintén a nyelvtanulásban egy hatalmas nagy előnyt biztosít a diákok számára. Az előrehozott nyelvi érettségiket szeretnénk azzal is segíteni a diákjaink számára, hogy tanórai keretek mellett 2 óra fakultációs órán is részt vehetnek, ami azt jelenti, hogy az adott nyelvből, amiből 11-ben előrehozott érettségit szeretnének tenni, heti 6 órában tanulhatnak. A gimnáziumban 2009-ben történt egy nagyarányú felújítás, amelynek következtében a teljes épületet sikerült felújítani. Ebben a felújítási munkálatban egyedül az épületünknek a hátsó szárnya maradt ki, amelyben az informatika termünk is található. A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatásával, anyagi támogatásával erre 2019-20 fordulóján került sor, amikor a teljes tetőnek az átrakására sor került, illetve az informatika teremnek, amelyben most is vagyunk, a teljes belső felújítására is. Így most egy nagyon modern, szép, esztetikus környezetben tanulhatják a gyerekek az informatikát. Iskolánknak testvériskolai kapcsolata van Bézikheimmal, ezért diákjaink diákcsere program keretében 1, illetve 2 hetet tudnak tölteni német nyelvterületen, ők pedig visszalátogatnak hozzánk. Ez lehetővé teszi diákjaink számára azt, hogy idegen nyelvi környezetben is megmérettessék magukat. Intézményünk fő célja, hogy minden diákot felkészítsen az érettségi vizsgára. Képességeiknek megfelelően az emelt szintű érettségi vizsgára azokat, akik továbbtanulási szándékkal érkeznek hozzánk, a középszintű érettségi vizsgára pedig azokat, akik érettségi bizonyítványt szeretnének szerezni. 2 képzési típus létezik az intézményünkben, az egyik a 6-osztályos gimnáziumi képzés, a másik pedig a hagyományos 4 évfolyamos gimnáziumi képzés. Ezek azok a keretek, amelyekkel igyekszünk kielégíteni azokat az igényeket, amelyel a szülők és diákok felénk fordulnak. A Bátaszéki II. Géza gimnázium egy kis,
családias intézmény. Olyan intézmény, ahol szülő is, diák is megtalálhatja mindazt, ami a gyermekének szükséges. Elsősorban képességeinek kibontakoztatásához és annak az alapnak a megszerzéséhez, amely szükséges a felnőtt életre. Ehhez biztosítjuk mi az igényes oktatást, következetes számonkérést és mindazokat a lehetőségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ki valóban ki tudja bontakoztatni mindazt, ami benne van. Ebbe az intézménybe várunk minden szülőt, minden diákot nagyon nagy szeretettel.